Hát rendkívül érdekes, izgalmas programra hívom Önöket. Törzsnézőink tudják, hogy időről időre mi szeretünk az ásványok világában elmerülni, és most engedjék meg a szójátékot, hogy legyenek lelkesek, és jöjjenek egy ásvány és ékszerbőrzére velünk, ahol földtudományos programok is vannak. És hogy mindenről beszélgetni tudjunk, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Lelkes Andrást, aki geológus, a kövek szerelmese, és tulajdonképpen neki köszönhetjük, hogy mi időről időre különleges kiállításokon, bőrzéken vehessünk részt. Szeretettel üdvözlöm! Én is üdvözlöm a kedves nézőket, és hát nagyon örülök a lehetőségnek, hogy újra egy kicsit mesélhetünk erről a izgalmas rendezvényről. Hát először is mondjuk el, hogy október 8-a, 9-e a nagy nap, amikor is ez megtekinthető. Ráadásul ez, hogy MAM Sport, ez azt jelenti, hogy egy sportlétesítménybe kerül megrendezésre? Igen, ez a MAM Sport, úgynevezett MAM Sportcsarnok, egy sportcsarnoknak épült építmény, ami nagyon jól használható különböző izgalmas rendezvények megrendezésére is, és mi nagyon szeretjük itt évente egyszer megrendezni a budai közönségnek, de tulajdonképpen az egész budapesti közönségnek is az ásványbőrzénket. Hát a legegyszerűbb arról beszélni, hogy itt vannak ásványok. Milyen ásványok? Természetesen a legtöbb a magyarországi, illetve erdélyi és nagy magyarországi ásványokból, de európai, amerikai, meg a világ minden részéből előfordulnak ásványok, tehát nagyon nagy választékkal lehet találkozni. Csak azért, hogy értsék, hogy én miért vagyok ennyire lelkes, most egy egészen gyönyörű új dolgot hozott nekünk András. Hát ha így megnézik, az már olyan, hogy az ember úgy megsimogatná, vagy hívogat a kő. Ráadásul én ezt a színt egyébként is imádom, ez valami csodálatos szín. Honnan van? Ez egy kvarckristály, enyhén ametisztes színezettel. Pici kis kristályok, amik ugye a felszínt borítják, a sok kis apró kvarckristály miatt kaktuszos megjelenése van, ezért úgy is hívják, hogy kaktuszkvarc. A lelőhely, ahonnan származik, Dél-Afrika. Gyönyörű. Olyan ametiszt színű, ha szabad. Igen, hát kicsit ametisztes. Ha ilyen csodákat lehet látni, akkor ugye kezdik érezni, hogy miért érdemes ott sétálni, mert az ember közel kerül a természettel, és más egy erdőben sétálni, és más, amikor a kövek érintik meg az embert, ha már szabad a kristályra követ mondani. Egy picit még nézzünk csodákat. Ez olyan, mintha egy fát szeleteltek Igen, volna. Igen, ez egy megkövesedett fadarab Indonéziából. 20-30 millió évvel ezelőtt egy fa volt, fatörzsből egy szelet, ami megkövesedett a évmilliók során. Egyszerűen hihetetlen, hogy a nagy nyomás, és vagy a hő, vagy a hideg hatására, de egyszerűen kikövesedik. Hát ez csodálatos. Megmutatnám én, most nagyon szépen megfordítom önöknek, hogy ez egy természetesebb, nem felcsiszolt része, és amikor ezt az egészet megcsiszoljuk, ilyen gyönyörű lesz. És még mindig nincs vége, ugye van itt nekünk az asztalon még különlegesség, melyiket vegyem? Ez egy gyönyörű, jaj, de szép. Ez mi? Igen, hát amit most a kezében tart, egy Madagaszkáról származó labradorit nevezetű kőzet, aminek az az érdekesség, hogy felcsiszolva, hogyha megfelelő szögben nézzük, lehet, hogy egy kicsit mozgatni kell világít, a kamera felé, hogy a kék szín... zöldes igen. Csodásan szép. Tehát nagyon szépen ez a úgynevezett irizálás, amit látunk, hogy a kristály szerkezetén, hogy megtörik a fény, és nagyon szép kékes színben, sokszor más színekben is ez a darab kékes színben játszik. Csodásan szép, viszont akkor megkérdezem, hogy amikor kiállításra megyünk, ott ugye nem tudjuk így megmozgatni a köveket, vagy önöknél szabad egyes dolgokat megérinteni? Általában szabad, sőt kell is hozzányúlni az ásványokhoz. Vannak kiállítók, akiknél esetleg nagyon ritka, nagyon értékes naturásványok vannak kiállítva, amelyek nagyon érzékenyek, azokhoz nem illik csak úgy kérdezés nélkül hozzányúlni, de azért a legtöbb dolgot nyugodtan meg lehet fogni a rendezvényen is, és lehet kézbe véve nézegetni. Most egy másik szép, melegbarna színt találtam. Ez is hasonló? Igen, ez is egy megkövesedett fából egy szelet, csak ez madagaszkári lelőhelyről származik. Az az igazság, hogy
Ezekre még ugye az ember rájön, hogy mi micsoda. De például van, micsoda súlya van. Ez mi? Ez egy meteorit, azért is ilyen nehéz, mert vas és nikkel az összetétele 99%-ban. Micsoda súlya van. És ez hogy? Ez az égből pottyant hozzánk? Ez annyira az égből pottyant, ez esztétikailag, ugye nagyon sokféle meteoritot találtak már a Földön. Ezt a meteoritot, amit most a kézben tart, úgy hívják, hogy Szihotea Alini meteorit. Ez Vlagyivosztoktól északra esett le 1947. február 12-én, nem messze a japán tengerparttól. Ugye esztétikára talán ez az egyik legszebb meteorit, nagyon szép formája a felszíne. Hát az az igazság, hogy mennyi mindenre mondhatjuk azt, hogy szép, szép az esztétikája, és hogy ezt mindig más szemmel kell nézni, mert egyébként azt mondanánk, hogy ez egy kis, egy gyűrött fekete kő, aminek nagyon nagy súlya. Mint egy darab vas, csak ha közelről megnézzük, nagyon szépen látni rajta, meg lehet rajta keresni, így ahogy a repülésből adódó ilyen megolvadt ilyen olvadási vonalakat, meg benyomódásokat. Ez egyébként sok tonnás meteorit volt, ami amikor a légkörbe berepült, akkor szétrobbant sok kisebb, nagyobb darabra. Ez egy közepes darab, ennél sokkal nagyobb darabok is léteznek, meg nagyon sok kis darab is. Ez szétrobbant. És aki elmegy erre az ásványbőrzére, ott talál embereket, akik egy kicsit magyaráznak, segítenek, hogy mit is látunk? Mindenki sokat szeret beszélni, meg mesélni, tehát igen, ez a bőrze részben erről is szól. Tehát itt bárkitől bármit lehet kérdezni, nagyon sok információt össze lehet gyűjteni. Ha megtenné, hogy azt a gyönyörűséget még a kezembe adja, és akkor ígérem, hogy na hát ennek is van súlya, azt nem mondom. Ez egy szép darab? Ez egy annyiban nagyon különleges darab. Az ásvány, amit most látunk, ezt Celestinnek hívják, szintén Madagaszkárról származik. Madagaszkár nagyon gazdag kövületekben is, meg ásványokban is. A kőzet belsejében az a nagyméretű Celestin kristály, az méreténél fogva már elég ritka, ráadásul, hogy egy ekkora kristály ennyire tiszta is legyen a belsejében. Aha, itt most csillog egy kicsit, hogy az a belső, az egy gyönyörű, áttetsző, szinte piramis alakú része a dolognak. Na most, ha ennyi gyönyörű kristály van, meg különböző kőzetek, akkor hogy kerülnek az ékszerek velük kapcsolatba? A sok ásvány mellett a rendezvényen rengeteg ásványokból készült csiszolatot, dísztárgyakat, ékszereket lehet találni. Kínálatban még ezek elég erősen dominálnak, tehát azokból még sokkal, de sokkal nagyobb a választék. Gyakorlatilag ezekből az ásványokból is, részben amiket most itt láttunk, ezekből is mindegyikből készülnek csiszolatok, meg ékszerek, de hát rengeteg egyéb ásványból is. Na most, ha azt hiszik, hogy nem tudok még több érdekességet mondani, hát dehogy nem. Most jutunk el a földtudományokhoz, hiszen itt látok olyat, hogy 3D-s vetítések. Gondolom, hogy amit itt láthatunk, azok megint csak különleges természeti képződmények. Igen, egy fantasztikus tudású magyar fiatalember által készített 3D filmeket láthatunk egy külön teremben. Ezek barlangokról és barlangi ásványokról készültek, és hát hihetetlen nagy élmény ezt az elsötétített teremben. Az ember szinte benne él a barlangokban. Uh-huh. Nagyobb élmény, azt mondják, mint élőben egy barlangban bent lenni. Tehát ha valaki kilátogat hozzánk rendezvényre, mindenképpen nagyon ajánlom ezekre a programokra is beülni. Hát ha idő van, akkor mindent ki kell próbálni, mert ott van például a mobil planetárium. Ez egy új program a rendezvényeinken. Ez egy 7 méter átmérőjű félgömb van felállítva, ahova egy 30-40-50 néző tud egyszerre beülni, és a kupola tetején belülről lehet csodálni a csillagok gyönyörű világát. Ha azt mondom, hogy dinoszaurusz, akkor már végképp annyi irányba megyünk el, amit nézni lehet. Gondolom, ez aztán a gyerekeknek is egy nagy élmény lehet. Mind a két nap 14 órakor a külön termünkben előadás lesz látható dr. Főzi István szervezésében a dinoszauruszok világáról. Kárpát-medence, illetve a világ dinoszauruszairól lesz nagyon izgalmas egyórás előadás. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy itt a Kárpát-medencében is voltak dinoszauruszok? Ajaj. Húha, de jó, hogy most már nincsenek. Aztán még emellett, ha valaki úgy érzi, hogy egy kicsit az egészségére is gondolna, akkor van egy egészségsziget. Igen, egy külön területen a rendezvényen belül olyan kiállítókkal lehet találkozni, akik az egészséggel kapcsolatos, meg az ezotéria világával kapcsolatos
témákban, meg termékekkel állítanak ki. Ami most még érdekes, mert hát én nem győzöm sorolni a programokat, hogy drágakő meghatározás, ez azt is jelenteti, hogyha nekem van otthon egy különleges kövem, akkor elvihetem, hogy ez most értékes, valóban drága-e, vagy csak mi hisszük annak. Igen, ez a szolgáltatás minden rendezvényünkön megtalálható, otthonról is el lehet hozni a megörökölt, vagy a fiókmélyén kallódó ékszereket, gyűrűket, drágaköveket, és a rendezvényen a szakértőnk ingyen meghatározza, illetve minden információt megad róla, hogy mi is ez tulajdonképpen, vagy a rendezvényen vásárolt árut is be lehet vizsgáltatni, hogy a kedves vevő megnyugodjon, hogy tényleg jót kapott, tényleg jó dolgot vett, azt vett, amit mondtak neki. De hát nyugodtan mondhatom önöknek, hogy tessék gyorsan elővenni a sok rubint, zafír és a legszebb ékszereket, remélem mindenkinek ezzel van tele otthon a fiók, és akkor meg lehet tudni, még, hogy mit is érnek. Még annyit hozzáfűznék a drágakő határozáshoz, hogy egy új sorozatot indítottunk az ásványbőrzénken, bevezetés a drágakövek világába címen hallhattunk előadásokat Fegyvári Tamás drágakő szakértőtől, ahol izgalmas formában ismerkedhetünk meg a drágaköveknek a alaptudással tulajdonképpen. Hát ez így van, ez nagyon hasznos, de azért ne felejtsék el, hogy egymást nyugodtan szólítsák drágámnak, édes kövecskémnek, mert ez olyan szép a családban, de azért jöjjenek és nézzék meg ezeket a szép köveket, hiszen lesz még bonsai kiállítás, kreatív gyermekfoglalkoztató, kígyósimogató és aranymosás. Nagyon sokat gondolnak a gyerekekre. Igen, mert ugye a gyerekek alapból nagyon szeretik a köveket. Ugye a kavicsgyűjtés is egy ilyen alap gyerekekkel született tulajdonság, hogy szeretnek minden kis követ, kavicskát megfogni, és ezeken a rendezvényeken a kövek, ásványok világára ők nagyon nyitottak. De hát, hogy az ő figyelmüket minél jobban le tudjuk kötni, mindenképpen rengeteg ilyen kis programmal kedveskedünk nekik, és általában ezt ők nagyon kedvelik is. És a felnőttek is, akik szeretnek egy kicsit elrévülni, lesz az ő számukra kristálymeditáció, és még sorolhatnánk, de én azt hiszem, hogy a legjobb, ha azt mondjuk, hogy egy egész sportcsarnok áll az önök rendelkezésére a legkülönbözőbb imént felsorolt különleges rendezvényekkel. Még azt kérném, András, hogy még egyszer mondja el, hogy hanyadikán és hánytól hányig lehet látogatni. Október 8-a és 9-én, szombat-vasárnap, 10 órától 19 óráig a MOM sportcsarnokban. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon kellemes kirándulás lehet, egyedül is, vagy akár családdal is. Örülök, hogy velem volt. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.